Okleveles adószakértője a vendégünk, Angyal József, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Azt mondja, hogy a leggazdagabbak jártak a legjobban a családi adókedvezménnyel is, és ezt különböző adatok bizonyítják. Egyúttal különféle ötletei voltak, hogy hogyan lehetne kiterjeszteni és igazságosá tenni a rendszert, amit így súgy lesöpörtek az asztalról. Mindkettőt kérdezem. Tehát az egyik az az, hogy mi bizonyítja, hogy a leggazdagabbak jártak a legjobban ezzel is, a másik pedig az, hogy mik voltak az elképzelései, amit nem találtak fogadókészségre. A családi kedvezmény is szét kell választani az egy-két gyerekes családokat, illetve a három vagy több gyerekeseket. Egy és két gyerek után, vagy két gyerek után 125 ezer forint adóalapkedvezmény jár, tehát ezt egy alacsony keresetű is le tudja írni az adóalapjából, akár két minimálbéren dolgozó is. Tehát itt az igazi problémát az jelenti, amikor három vagy több gyerek van. Ehhez olyan magas fizetés kellene, hogy ezt teljes egészében igénybe lehessen venni, amivel az alacsony keresetek nem rendelkeznek. Na most ezen a téren született egy KDNP-s javaslat, ami valójában csak eltereli a figyelmet a valós problémáról, hiszen 2013-ban egy konkrét adócsökkentés valósul meg a gazdagabbak részére, ugyanis ez az adóalapkedvezmény, ez egy szuperbruttós adóalapkedvezmény. Na most ebből a családi kedvezményből elfelejtették kivezetni ezt a szuperbruttós kedvezményt. Ez számokban azt jelenti, hogy aki 500 000 forint felett keresett, annak már adót kellett fizetni, akkor is a három gyermeke volt. Most viszont 2013-tól egészen 620 ezer forintos jövedelemig nem kellene adót fizetni. Tehát tulajdonképpen ez a különbség még tovább fog nőni, míg egy homályos KDNP-s javaslat van, azzal szemben egy konkrét adócsökkentés fog megvalósulni 2013-ban. Egyrészt a havi 202 ezer feletti jövedelemre kivezetik a szuperbruttót, egyrészt ennek a nyertesei a magasabb jövedelműek lesznek, illetve azáltal, hogy a családi kedvezményből nem vezetik ki a kiegészítő adóalapot, emiatt még jobban fognak járni a magasabb keresetűek. Itt egészen elképesztő számokról van ám szó, tehát a 100 legmagasabb összevont jövedelmet bevalló adózó 132 millió forint családi adókedvezményt vett igénybe, tehát családonként vagy adózónként több mint 1 millió forintot, és 112 milliárd forint maradt bent a költségvetésben a alacsonyabb keresetű gyerekes munkavállalóknál, mert hogy ők nem tudták igénybe venni, bár papíron lett volna rá lehetőségük, de más oldalról meg nem, mert kevés volt a jövedelmük. Ezt az anomáliát miért nem akarják valamilyen módon ellensúlyozni, hiszen az önjavaslata pont arra vonatkozott volna, hogy terjesszék ki. Tulajdonképpen, ami most felvetődött a KDNP részéről, hogy a járulék terhére, ez tulajdonképpen az a javaslat, hogyha valóban felvetődik a nyugdíjcsökkentés gondolata, az az ilyen javaslatok miatt. Hiszen az ismert, hogyha a nyugdíj egészségbiztosítási kasszának hiánya van, akkor azt a költségvetésből pótolják. De ez a javaslat, hogy a nyugdíj egészségbiztosítási kasszából a nyugdíjasok terhére finanszírozzuk egy költségvetési kiadást, tehát a családi kedvezmény, ez nonsense. Egyébként maga a koncepció, ami a kormány adókoncepció, az hibás. Tehát, hogy a munkát terhelő adóval szemben a forgalmi adóztatást kellene előnybe részesíteni, ez mind-mind azt jelenti, hogy aki dolgozik, annak egyre kevesebb adót kelljen fizetni, míg az inaktív rétegek egyre több adót fizessenek. Tehát a nyugdíjasok, a munkanélküliek, a kamasz gyerekek, például a telefonadó kapcsán, tehát tulajdonképpen meg kellene szüntetni a három gyerekesekre ezt az irtozatosan, brutálisan magas családi kedvezményt. Én nem azt mondom, hogy az egy-két gyerekeseknél is ki kellene vezetni a szuperbruttót, de most 206.250 forint a kedvezmény egy gyermek után, ezt szerintem 150 ezerre le kellene csökkenteni, és akkor azt jelenteni, hogy kevesebb maradna bent, viszont a gazdagabbak egy picit magasabb terhet választanak. Ezzel azt mondja, hogy lehet, hogy kevesebbet kap egy-egy család, vagy egy-egy adózó a családjára kiterjesztve, de többen kapnak kevesebbet. Tehát egy kicsit igazságosabb lenne a rendszer, de nyilván aki viszont most többet kap, kézzel-lábbal fog ezzel tiltakozni. Miért kéne neki 200 ezer helyett 150-et kapnia csak? Hát hadd mondjam azt, aki havi 500 ezer fölött keres, tiltakozom kézzel-lábbal, olyan nagyon nem fogok krokodil könnyeket hullatni. Tehát most jelenleg, tehát 2011-ben, amikor bevezették a rendszert, akkor 497 ezer forintos havi jövedelem kellett ahhoz, hogy három gyereknél ki lehessen használni a családi kedvezményt. Miért kell ennek 620 ezerre emelkedni? Tehát én azt mondom, hogy ha
már egyszer a kiegészítő adalapot kivezetjük, akkor ezt következetesen ki kell vezetni a családi kedvezmény összegét. Nem lehet az, hogy miközben ez nem az ön dolga, tudom, csak valamiféle logikát keresek ebben az ügyben, hogy a kormány megpróbál azoknak kedvezni az adórendszerre, akik kvázi a döntéshozó pozícióban vannak. Tehát minél magasabb a jövedelme, annál jobban jár az új adózási koncepció szerint, amit két éve hangoztat a Matolcsi kormány, vagy a Matolcsi tárca, és ebből következően vélhetőleg ők barátai lesznek ennek a kormányzatnak. Nem egy ilyen logika van mögött? Mert ugye szemmel látható, hogy nem a tömeg felé indult a kormány. Hát ez kezdetektől így van, tehát minden egyes adóintézkedés, ezt most már azért két év után kimerem mondani, minden egyes adóintézkedés arra irányul, hogy a magasabb jövedelmek jobban járjanak, és az alacsonyabb keresetűek még rosszabbul járjanak. Ez kimutatható az egykulcsos adónál is. Ez utóbbi is? Tehát, hogy, igen, hogy igen. Szándéknak látja, hogy a kevesebbet keresők mindegy, még kevesebbet keressenek? Hogyne, hát most képzeljük el, hogy nemrég jelentette be a miniszterelnök úr, hogy ez a kormány, ez az a béremelések kormánya. Hát könyörgöm, bruttó pénzért nem lehet vásárolni a közérbe, csak azzal, azután, ami megmarad a levonások után. Tehát miközben a nettó bérek csökkennek, és egy átlagjövedelem környékén dolgozó ember boldog lehet, ha 4 éves választási ciklus alatt a nettó pénze szinten marad, akkor azt mondjuk, hogy az infláció miatt akár 20%-os reálbércsökkentés is elszenvedhet. Míg a magasabb jövedelműek az egykulcsos adó révén sokkal magasabb nettó jövedelemhez jutnak. Ami kezdetben a feltevés volt, hogy majd ez beindítja a gazdaság, a fogyasztás, ez nem jött be. Ez nem jött be. De ha visszagondolunk, épp itt az ön műsorában azért beszéltem arról, hogy a devizahitelesek problémáját hogyan lehetne megoldani. Végül is milyen megoldás született erre? Megint az, aki egy összegbe vissza tudja fizetni, ez megint kinek kedvező, ez megint a gazdagoknak kedvező. Tehát valamennyi intézkedés olyan, hogy az kizárólag a gazdagoknak kedvező, de a kommunikációban más hangzik el. Tehát még egyszer mondom, ez, amit most a KDNP javasol, ez nem fog megvalósulni, ez egy kommunikáció, egy bizonytalan ígéret majd 2014-re. A konkrétum az lesz, hogy kivezetik a kiegészítő adalapot, és ezáltal mind a gyerekesek, mind a gyerektelenek jól fognak járni 2013-ban. Értjük. Értjük. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. Köszönöm is.